Sziasztok! Üdvözlünk az elvarázsolt mesék földjén. Készen álltok, barátaim? Kezdjük hát! Egyszer volt, hol nem volt, egy távoli királyságban, teli szeretettel és álmokkal, élt egyszer egy hercegnő, akinek nagyon izgalmas története volt. Ó, micsoda ünnep ez a mai! Az egész királyság eljön, hogy üdvözölje a drága kislányunkat. Nézd csak rá! Egy hercegnő van készülőben. Már is olyan pici királyi szépség. A szeme a tiéd, kedvesem. A legfényesebb a legfényesebb csillagok között. A nózia a tiéd. Egy angyalból faragták ki finoman. Egy jel felséged után. Íme! Aurora kis hercegnőnk érkezése! Legyen hosszú élete! Tele nevetéssel, szeretettel és egy kis tündérmágia áldásával. Nézzétek azokat az aranyos kis lábakat. Nem sokára áttáncol ezen a kastélyon, és örömet szerez mindenkinek, aki találkozik vele. Drága kicsikénk, egy olyan világban fogsz felnőni, amit nem ér el a gonosz boszorkány és sötét, rejtélyes varázslatai. Örüljünk neki, hogy nem hívták meg. Nincs boszorkánya többé már, micsoda öröm, mi minden. Hol van a király és a királyné? Hozzátok elém őket. A babával együtt. Tedd, amit kértem, most rögtön. Különben te leszel a következő eledel a sárkányomnak. Mi keresni valód van a kastélyunkban? Mi nem okoztunk neked semmi bajt? Miért nem hívtatok meg a kislány köszöntési ünnepségére? Ez egy egyszerű kérdés. Válaszolj őszintén, különben a drágasságod csak a sötétséget látja meg a sárkányom száján áll. A jelenlétet sötétséget hoz és viszájtszi. Ezért a babánk életének biztonsága érdekében úgy döntöttünk, hogy ezt az ünnepet tisztán és gonosz szándékaitól mentesen tartjuk. Eljöttem érted, kedveském! Egy pici szúrás és itt a vég! Megpecsételem a sorsodat! A lelked hamarosan az enyém, csak türelem, az álom utolér. Ez a királyság csak az enyém, senki sem állhat az utamba rég. Hajolj meg, vagy haragommal nézz szembe. Én vagyok a fény, az éjszaka úrnője. A rokka orsó rád talált, örök varázsom szemedre szállt. Aurora sorsát én pecsételem meg. Féljen mindenki hatalmamtól, éjszakát hozok ezt földre még. A sárkányom lángja fel, perzse mindenki, ki ellenszegül. Én vagyok a fény, az éjszaka úrnője. A rokka orsó rád talált, örök varázsom szemedre szállt. Aurora sorsát én pecsételem meg. Hajolj meg sárkányom tüze előtt, mert én vagyok a fény, az éjszaka úrnője. A gonosz boszorkány dühöngött, amiért nem hívták meg. Szinte felfalta őt a féltékenység. Megfenyegette a királyi párt, hogy lányuk 16. születésnapján megszúrja az ujját egy fonóorsóval, és ez örök álmát okozza. Lelke ezután a boszorkányé lesz. Örökre. Amíg el nem éri a 16. születésnapját, itt fog élni veletek. De nem ígérem, hogy biztonságban lesz. És ti sem. Én és a sárkányom akkor jövünk ide, amikor csak akarunk. És azt csinálunk, amit akarunk. Nincs szükségünk meghívóra. Megértettétek? A tragédia közepette egy csoda bontakozik ki.
a király, a királynő és a baba mindnyájan biztonságban vannak a boszorkány gonosz erejétől. A sötétben mi elrejtőzünk, és így túléljük sértetlenül. Engedjétek, hogy elvigyük a hercegnőt egy időre. Erőink egyesítésével minden nap őrködünk fölötte, és tanítjuk őt. Védjétek őt, a drága gyermekünket. Tartsátok őt épségben. Ha szeretettel és varázslattal körbeveszitek, kivirágzik majd, mint a tavaszi rét. Csak akkor térhet vissza, ha meglátjátok a rózsaszín holdat. Akkor tudjátok majd, hogy a boszorkány elment. És azzal a tündérek egy erdei házikóba vitték. Biztonságban a gonosz boszorkánytól és attól a szörnyű sárkánytól. Ha itt lennétek velem, és éreznétek annak a fenevad sárkánynak a bűzös lehelletét, biztos vagyok benne, hogy egyedül csak a lehellete leteríteni minket. Oké, gyerünk vissza a sztorihoz. A tündérek gondoskodtak Auróráról, és nevelték csecsemőkorától egészen tínédzser koráig. Aurórával a tündérek minden nap törődtek, és nagyon szerették. De napról napra egyre közelebb került a 16. születésnapja, és a tündérek már kezdtek kicsit idegesek lenni. Aurórának most már el kell kezdenie úgy viselkedni, mint egy hercegnő. Hamarosan hazahívják a kastélyba, és a viselkedése, hogy úgy mondjam, még nem elég. Kielégítő. Remélem, hamarosan meglátjuk a rózsaszín holdat, és Auróra visszamehet a kastélyba, és folytathatja a hercegnő életét. Mindannyian együtt fogunk élni, és az élet megint olyan szép lesz, mint korábban. Auróra! Érdemes lenne elolvasnod ezt a könyvet, hogy felkészülj arra az esetre, amikor hazamész a kastélyba. Köszönöm, tündér keresztanyám! Úgy szeretem a könyveket, mint a békákat, és a házi poloska versenyeket. Azt hiszem, bőven van tennivalónk. Ha hercegnő akarsz lenni, úgy kell beszélned, mint egy hercegnő. Egyesek azt mondják, konyban szeretném hordani a hajam. Egy hercegnőnek tudnia kell, hogyan kell díszes ruhában táncolni a bálteremben. Általában a hercegnők tudják, hogyan kell egy dallamot kitartani. És nekik van a legaranyosabb kuncogásuk. Minden hercegnő rátalál a párjára. Általában egy hercegre. Ha én egyszer hercegnő leszek, majd szépen társalgok, és konyba hordom a hajam. Táncolok a bálban egész éjszaka. La-la-la-la-la-la. Tudududududududu. Egy pillantásos, kuncogásos hercegnő leszek. Egy pillantásos, kuncogásos hercegnő leszek. Egy pillantásos, kuncogás, és hercegnő leszek. Nézzétek csak, barátaim! A hold rózsaszínre változott. Ez csak nem azt jelenti, hogy Auróra biztonságban visszatérhet a kastélyba. A neved mától kezdve Auróra hercegnő, és te vagy a mágikus királyság rég elveszett hercegnője. Varázspálcám legyintésével most visszarepítelek a kastélyba, hogy újra találkozz anyukáddal és apukáddal. Eljött hát az új életed hercegnőként, legkedvesebb Aurórám! Én vagyok az, Auróra! Láttam a rózsaszín holdat, és a tündérek mondták, hogy végre biztonságosan hazajöhetek. Auróra keresztül megy a nagytermen. Ó, nem! A hercegnő veszélyben van! Biztosan nem érhet így véget a történet. A szüleid nem tudták! Végig rajtad tartottam a szemem. Boldog születésnapot, fiatal hölgy!
ma lettél éppen 16 éves. Milyen nagyszerű kor is ez a számodra, hercegnő. Hoztam is neked egy ajándékot. Egy fonóorsót. Gyere csak, nézd meg. Ne félj, gyere közelebb, kedvesem. A boszorkány megigézte Aurórát, ahogy közelebb lépett a fonóorsóhoz, és vágyat keltett benne, hogy megérintse a gyönyörű szép orsót. Áó! Milyen nagyszerű módja ez a halálnak! Mindenkinek, aki meglátja őt, eszébe jut majd, mi lesz, ha nem borulnak le előttem, és nem imádnak engem. Ó, kedves gyermekem, ne hagyd, hogy szíved megálljon dobogni. Visszafordítom a varázslatot, és felkutatom neked a jóképű herceget, hogy szeretett csókjával illessen téged. Akkor majd kinyílik a szemed, és a varázslat megtörik. Most aludj, kedves Aurórám, hamarosan jön a segítség. A tündér kirepült a kastélyból messzire. Mindenki a kastélyban mély álomba szenderült. Évekig a kastély elcsendesült és sötétbe burkolózott. Ez idő alatt a kis tündér nagy utat repült egy messzi-messzi királyságba, ahol végül rátalált a sármos hercegre. Te vagy a kiválasztott, hogy megtörd a boszorkány gonosz varázslatát. A hercegnő a kastélyban alszik, és szüksége van az igaz szerelem csókjára. Anélkül aludni fog. Örökké! Azonnal vigyél el hozzá! Évek óta úton vagyok egy küldetésen, és eközben keresem életem szerelmét. A herceg és a tündér is visszautazott a kastélyba, hogy megtalálják a gyönyörű csipke rózsikát. Szerelmem, oly mozdulatlanul fekszel előttem. A hajad aranysárga, mint maga a nap. Melegséget és fényességet sugároz, még akkor is, ha alszol. Az arcod formája akár egy angyalé. Mese szép vagy, drága hercegnőm. Csókold meg! Csókold meg! Mocsa, a kedvesedért jöttél? Egy orsó szúrással közeleg a vége. A lelke már az enyém! Herceg abban a pillanatban kardot rántott, és teljes erejéből megemlítette. Megemlítette, hogy a pengéből mindenféle sziklát pattantak ki, és lángra kapta a boszorkányt. Hűen betyár mindenit. Így végezte a gonosz boszorkány és a sárkány. A tündér meglegyintette a pálcáját, és ártalmatlan, tűzifa halommá változtatta a fonóorsót, hogy az soha többé ne okozhasson kárt, egyetlen lélekben sem. Minden jó kis történetnek vége szakad egyszer, és ez a kis tündérmese éppen most ér véget. Aurora hercegnő és a jóképű herceg kiálltak a teraszra, és bámulták a rózsaszín holdfényt, búcsút intve a tündérnek. És a világ ismét szép lett, és a béke helyreállt. Aurora és a herceg összeházasodtak, és boldogan éltek, míg meg nem haltak. Egyszer volt, hol nem volt, élt egyszer egy jóképű herceg egy gyönyörű kastélyban. Mindent megkapott, amire csak a szíve áhítozott. A nép úgy gondolta, hogy egy kissé, nos, nagyképű. Ha a herceg új cipőt akart, megkapta. Ha a kedvenc köszönöm. Ételére vágyott, ezüst tálcán vitték elé. Köszönöm, elmehet. Egy napon ez a fiatalember úgy határozott, hogy a kastélya összes szobájába tükröket rakad be,
hogy mindenhol láthassa önnön szépségét, akármelyik terembe is lép be. Nem ismerlek titeket, de ha reggel felkelek, nekem az utolsó dolog, amit szeretnék, az, hogy meglessem magam a tükörben. A hajam egy kócsalom. Egy hideg éjszakán volt egy idős hölgy, aki rótta a falucska utcáit és étel után kéregetett, hát ha megszánja valaki, és csak egy meleg helyre vágyott. Elérkezett a hercegi kastélyhoz, és bekopogtatott az ajtaján. A herceg ajtót nyitott, s az öreg hölgy így szólt. Ó, kedves herceg, kérlek, légy hozzám könyörületes. Adj nekem egy vekni kenyeret, s egy meleg pokrócot. A herceget felbosszantotta az öreg hölgy kérése, és rögvest kiadta az útját. Megnálássalak itt többet. Nagyon nem füllött a kedve az öreg asszonyhoz, szóval az erdőre szegezte mutatóujját. Ki innen, kifelé, de azonnal. Azonnal. Ahogy az öreg hölgy bánatosan indulóra fogta, még visszanézett a hercegre, és így szólt. Lehet, hogy nincsen pénzem, lehet, hogy öreg vagyok, és csúnya, de a szívem csordultig van szeretettel, de honnan is tudhatnád, hisz neked olyan nincsen. És azzal egyszerre a kis öreg hölgy egy varázslatot küldött a hercegre. A herceget szörnyeteggé varázsolta. Elmondta neki, ha megtanulja, hogyan kell kedvesnek lennie másokkal, és hogyan szeressen szívből, és a szerelme viszonzásra talál, a varázslat abban a percben megszűnik, és ismét visszaváltozik herceggé. De ha nem változik meg, akkor örökké szörnyeteg marad. Évek múltak el, és a szörnyeteg egyre csak idősebb lett, és egyre ijesztőbb. Napról napra rosszabbul érezte magát, és lassan elhitte, hogy soha többé nem fog szerelembe esni senkibe, és bizonyosan nem fog szerelembe esni belé egy lélek sem. Hogyan találsz rám szerelmem, mikor leszek szabad? Szörnyeteg lettem, de valami megváltozott bennem. Nem messze a kastélytól élt egy fiatal kedves ifjú lány. Kitaláljátok, hogy mi volt a neve? Így igaz, Bellának hívták. Az egész faluban jól ismerték, mindenkinek jó barátja volt, és a szíve csordultig volt kedvességgel. Bella imádott olvasni és énekelni. Az édesapja is nagyon kedves volt, és persze vicces is. A haja kócos volt, és egy kissé szórakozott professzor volt. De ez egyáltalán nem zavarta Bellát. Nos, ahogy telt múlt az idő, az emberek suttogni kezdtek Belláról és az apukájáról. Rendesen hallani lehetett a piac téren a pletykákat. Bella mindig csak azokat a könyveket bújja, mindig csak énekel, s járkel a faluban. Az apukája meg olyan, mint egy kis poloska. Ti láttatok már poloskát? Hát én még nem. De azt hiszem, nem is szeretnék. Ó, na de gyerünk vissza a sztorihoz. Egy hideg éjjelen Bella apukája hazafelé tartott, épp a domboldalon, mert épp egy kiállításon mutogatta a legújabb tudományos kütyüjét. Amikor egyszer csak megijesztette néhány farkas és az üvöltésük, és rossz úton fordult le, amely elvezette őt a kastélyhoz. Másnap Bella meglepetésére apukáját sehol sem találta, pedig mindig együtt költötték el a reggeliüket. És az egyik helyi cipőkészítő elmesélte neki, hogy látták őt előző este a kastélyhoz vezető úton. Ez aggodalommal töltötte el Bella szívét, és rögvest felkerekedett, és a kastélyhoz sietett, hogy megtalálja apukáját. Ahogy felért a kastély ajtajáig, még csak nem is kopogott, egyenesen berontott az ajtón, és követelte, hogy láthassa az apukáját. Mrs. Potts elvezette őt a kastély börtönéhez, és akkor meglátta édesapját rácsok mögé zárva. És akkor egyszer csak Bella meghallotta, ahogy a szörnyetek kieresztett egy hátborzongató üvöltést, amiben beleremegtek a kastély falai. Bellát nagyon megrémítette, de felülkerekedett félelmén, és bátran viselkedett. Kérlek, ijesztő szörnyeteg, engedd szabadon apukámat,
ő semmi rosszat nem tett ellened. Ne! Üvöltötte a szörnyeteg. Az édesapám nincs jól? Ő már idős, és haza kell mennie, ahol melegben és biztonságban lehet. Ha úgy gondolod, tarts fogva engem az apukámért cserébe. A szörnyeteg belement a cserébe, és Bella apukáját kiengedte, viszont Bellát a kastélya egyik szobájába kísértette. Mostantól itt maradsz velem a kastélyban. Csatlakozol hozzám vacsorára. Meg ne halljam, hogy ellenkezel. Drágán megfizetsz, ha nem azt teszed, amit mondok neked. Vajon meddig kell ítélnem? Vajon mikor leszek szabad? De valami asszogja nekem. Lehet, hogy valamit fel kell fedeznem. Bella nem vette jó néven, hogy parancsolgatnak neki. Vagy udvariasan kérsz meg rá, vagy különben nem vacsorázom veled. Viseltes tiszteletteljesen irányomba, és akkor én is tisztelni foglak. Telt múlt az idő, és a szörnyeteg egyre kedvesebbé vált. Lassan rájött, hogy nem főnökösködhet Bellával. A szíve minden alkalommal megdobbant, amikor Bellára szegezte a tekintetét. A mosolya, a szép szemei, és ahogy énekelt. Nem ismerlek titeket, de én azt hiszem, hogy a szörnyeteg kezdett szerelembe esni Bellába. Egy délután Bella és a szörny épp a teraszon teáztak, és jól érezték magukat, és Bella mindenféle játékra tanította a szörnyeteget. Ez alatt egy alattomos farkas lopakodott a szörnyeteg mögé, és egyszer csak ráment. Két fenevad küzdött egymással. Nagyon veszélyes helyzet volt. A farkast végül legyőzte a szörny, és az elszaladt, de mélyen megkarmolta a karját. Bella bekötözte, és ettől már is sokkal jobban lett. Bella, azt szeretném mondani. Köszönöm, hogy elláttad a sebemet. És mind a ketten elmerültek egymás szemében. Mindketten. Nos, éreztek valamit a másik iránt. Lehetséges, hogy egymásba születtek? Attól a naptól fogva a szörnyeteg a világ legudvariasabb lovagjává változott. Megmutatta Bellának a könyvtárát, és Bella megtanította, hogyan viselkedjen úriemberként. Emlékezzetek, azt már tudjuk, hogy a szörnyeteg szerelembe esett Bellába. Már csak arra lenne szükség, hogy Bella is szerelmes legyen a szörnyetegbe. Egy estén Bella tanította a szörnyet, hogyan kell táncolni, amikor a szörnyeteg megkérdezte Bellát. Drága Bella, boldog vagy itt? Velem? Igen. Igen. Az vagyok. Én szeretlek téged. És azzal megcsókolták egymást tánc közben. A szörnyeteg igazán megváltozott. A szíve megtelt gyengétséggel és szeretettel. Még meg is hívta Bella apukáját, hogy éljen velük a kastélyban. És abban a pillanatban a varázslat megtört. Egyszerre csak varázsütésre a szörnyeteg visszaváltozott herceggé. És a herceg és Bella boldogan éltek életük hátralévő részében. Hülye betyár mindenit, hát micsoda egy sztori? Nos, én nem hiszek a mágiában. Ez csupán egy történet. De ezt viszont tudom. Mindig legyen szeretet a szívetekben, legyetek kedvesek azokkal, akiket szerettek, és soha ne ítéljetek meg egy könyvet a borítójáról. Ez azt jelenti, hogy nem tudhatjátok, milyen egy ember belülről, csak az alapján, ahogyan kinéz. Ismernetek kell, milyen szíve van belülről. Nektek is jó szívetek van? Hát persze, hogy jó. Ebben biztos vagyok. Vigyázzatok magatokra, kedves barátaim! Sziasztok a következő mesénkig! Ha tetszett a videónk, kérlek nyomj egy lájkot és iratkozz fel a csatornánkra!